Helyi termékek, termelők és a Mikulás rokona is megjelent a hétvégén a pécsi búzatéri piacon. A tiéd is. Hát meg kell küzdeni mindenért. Feladatukat kellett teljesíteniük a kicsiknek, cserébe édesség járt. Végig kell menni egy hegyen, az a kötél az egy hegy 3000 méter magasan, azt szimbolizálja, és ha végig mennek, akkor besöpörhetnek maguknak a csodabottal szaloncukrokat, és amit besöpörnek maguknak és elérik, azokat eltehetik ajándékba, és várhatják december 6-án a másik Mikulást, az igazi Mikulást, mert én csak a testvére vagyok. Az adventi koszorúra azonban már nem kell várni. Az első gyertyát december első hétvégén gyújtották meg. Elkészítettük közösen a piac a Baranyai Termelőkért Kézművesekért Egyesület első adventi koszorúját, és meggyújtottuk az első gyertyát is, egy ilyen nagyon jó hangulatban telt ez a piac is, és úgy gondolom, hogy ilyenkor az adventi készülődés alatt különösen figyelmet kell arra fordítanunk, hogy egészségesen helyit próbáljunk vásárolni. A kistermelőkkel, őstermelőkkel együtt ünnepel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai Szervezete, ahol az ő érdekeiket is képviselik. A helyi elnök értékelte a mögöttünk hagyott évet. A mezőgazdaság nagyon vegyes képet zárt, főleg a növénytermesztők egy nagyon rossz évet zártak. A piacozók, a termelők azt mondom, hogy picit talán jobbat, és itt az év végével kaptak egy kis ajándékot is még. Azt lehet mondani, hogy a piaci körülmények javultak, itt a városban is javultak a lehetőségek, és úgy, mint termelők, kicsit a szigorítások enyhültek. Sokkal könnyebben tudnak termékeket előállítani, sokkal tudnak piacra jutni, és sokkal nagyobb volumenben tudnak megjelenni a piacokon. Rittlinger József azt mondja, sok fiatal termelő csatlakozott hozzájuk az utóbbi időben, és termékeikkel jelen vannak a piacaikon. De szeretnék még szélesíteni a kört, hogy minél többen termesszenek a földjükön helyi, egészséges élelmiszert, amit tudnak értékesíteni a városokban, baranyai településeken, úgy, mint a pécsi búzatéri termelői piacon.